Egyszer mentünk haza San Sebastianból egy filmfesztiválról, egy filmrendező barátommal, és Marseille-ben megálltunk, nagyon régen volt, 71-ben. De azt mondja Sándor Pali. Hát azt mondja Sándor Pali. Álljunk meg, nézzük meg a kurvát. De nem így mondja, de Sándor Pali. Hát nem, Pali. Most tényleg az álljunk meg, hát itt vagyunk Marseille-ben is. Maradjál már, tehát nézzük körül, hogy mi van. És akkor bementünk a bevel, és nagyon nagy elhatározás volt, mert nem voltunk még ilyen helyzetben, szóval effektív pénzért, azt mondtuk, most kipróbáljuk. Akkor találtunk két lányt, akik nagyon helyesek voltak, és először is be kellett menni egy presszóba, és ott vettünk nekik egy üvegtesgőt, ami nem tudom, azt hiszem, 3000 dollárba kerül, ez a borzalmas pénzek. Ugorolni is kellett. De utána maga a dolog létrejött, és ugye elbúcsúztam a Palikon, hát két egyik lány erre, másik lány arra. A Palival volt. Ez minek a lány, meg a pedzsre. Hát akkor ki van elintézített. Szóval ő majd ő elment a jobb oldali, nem tudom, kis utcába és másikba. És akkor fölmegy, és nagyon szép lány. Esküszöm, szép lány. Igazán nekem tetsző, szép, szőke, hosszú, manöken formájú, lesült, gyönyörű, édes lány volt. Bementünk egy szobába, és akkor, mikor így bementem, és így visszafordulom, ő ott állt mesztelen, és azért nagyon ijesztő. Hogy ennyi másodperc alatt, és az, hogy ott a pezsgőnél, a drága pezsgőnél, nem kell tudvarolni, csak beszélgetünk előtt velük. Ez az egész valahogy egy jéghideg profizmus benyomását keltette, és nem volt kellemes. Ott állt mesztelen, és azt mondta, hogy ilyen kell, hogy zavarja, majd a bemolda, majd a bemolda, majd a bemolda, majd a bemolda, majd a bemolda. Jó, hát mondtam, jövök én, jövök csak én. Kicsit, hát hogy te milyen helyes nő vagy, azt mondta, hogy az a bemolda, majd a valahogy kilettem, hogy abban a rózsaszínű vízben én mossam meg a kukimat. Mondtam, hogy milyen hülyeség, hát biztos, biztonsági szó. Az a poén, hogy beledobtad a telefont a vízbe. Nem, akkor én megmostam ott. De nem szívesen. Na hát, hogy mondjam, hát nem, ez lassú történet. Nem, van időm, hát este 10-ig legalább nem megy el annyi. Szóval én nem igazán akartam én megmosni, de akkor én levetkőztem, és azt mondta, majd ő megmossa. És az olyan hivatalosan és olyan célzatosan és egy bizonyos egészségügyi szempontnak megfelelően zajlott, hogy attól én nem 5,5 méter, nem olyan, nem így kérem, 4 méter volt az egy. Azt mondta, na gyerünk. Mondtam, jövök én. Ágyra ráugrottam, és azt mondta, hát az ő nyelvén, tessék, akkor csinálj. Mondtam, hogy nincs kedvem, mennyire kerül. Azt mondta, 15 van, az új fan volt, nem tudom, és akkor menjünk. Mondtam, hát most már nem menjünk, ennyit befizetve, csináljál te valamit. Akkor azt mondtam, hogy csináljak ezzel. Mondtam, oldjad meg, te neked ez a foglalkozás. Ez a francia, hogy magyar, megoldott. Az az igazság, hogy megoldotta, azt nem mesélem most el, hogy hogyan. Az a legjobb, meg nem lehet lehagyni. Megoldotta, és létrejött a dolog, rendkívül kellemetlen volt, jéghideg, undok, szörnyűséges, rettenetesen, nehezen megtörtént az, aminek ottan meg kellett történnie, és akkor, mikor vége volt, akkor én felálltam, és azt mondtam, hát jön, kicsit ugye van bolondulva az ember vissza, akkor ő már föl volt öltöz, azt mondta, menjünk le, lementünk, tapali. Milyen volt? Mondom, borzalmas. És neked azt mondja, nekem annyira fájt a fejem, én nem lehetem. Itt hallgattam ezt a moszkvai történetet, meg ezt a mostani... Nekünk nincsenek ilyen történeteink, mert mi nősök vagyunk. Ezt te otthon hogy számolod el? Még előtte volt. 1934-ben volt.